Nagy szeretettel köszöntöm a körünkben ismételten a Bárka Művészeti Szalon. Ezt azért mondom, hogy nagy megtiszteltetés nekünk, hogy rendre elfogadják a meghívásunkat, mivel hogy talán emlékeznek rá, Szekszárd egy nagyon erős vérvonal a képzőművészet terén. Ugyanis nem tudom, hogy csinálják ezek a szekszárdiak, hogy fogalmam sincs, de szinte a semmiből újnak elő ezek a kis alkotó műhelyek, az alkotók maguk, és minden évben azt látom, hogy egyre többen vannak, egyre jobbakat alkotnak, talán egy önképző szervezet, vagy nem tudom mi lehet, de majd mindjárt itt megkérdezzük majd itt a bárkásokat, hogy hogy is működik ez az egész. Hiszen a bárkára úgy látom, hogy mindenki fölfér. Tehát remélem, hogy akkor nem csak mindenkiből egy-egy, vagy egy pár, hanem úgy látom, hogy akár többen is megférnek. Ugyanúgy, mint ahogy most itt a Zorigó házba is el lehetnek hozva ezek az alkotások. A Bárka Művészeti Szalon a megállapodásunk alapján, egy szóbeli és egy készfogásos megállapodás alapján úgy beszéltük meg, hogy mostantól 5 éven keresztül minden év októberében kiállítják itt az alkotásaikat. Azok az alkotók, akik vállalják a szereplést vagy a fellépésüket, hogy szívesen megmutatják a műveiket. Azért, hogy mi pécsiek láthassuk egyrészt az ő fejlődésüket, az, hogy vagy egyáltalán szükségük van-e még fejlődésre, mert nekünk itt mindenféleképpen a címkében nem csak fejlődésre, hanem hát a Bárka Művészeti Szalonnak a csodálatos munkáira is szükségünk van. Én Bartolodi Zoltán vagyok, a Címke Program művészeti vezetője. Nagy szeretettel köszöntöm Ábrahám Bélát, a Bárka Művészeti Szalon vezetőjét. Egy tapsot azért megérdemlem. Hiszen vele már többször beszélgettünk itt évről évre, önálló kiállítások kapcsán is, mert hogy ugye, mint mondtam, a Szekszárdból azért több képzőművész hozta el már hozzánk a műveit. És nagyon örülök, hogy ismét itt vagy. Tudom, hogy te ilyen szűkszavú ember vagy, és tőled nagyon nehéz úgy kérdezni, hogy szerinted szép ez a képnek, nincs azt mondod, hogy igen, vagy nem, és kész, tehát körülbelül ennyi. Végig is azért sokkal többet fogok tőled most várni, és ki is kényszerítek veled egy kis vallomást, mert hát ugye egy év alatt azért sok minden változik, és sok minden történik. Nyomon követtem az interneten azt, hogy mik a változások. Az egyik fő változás, hogy elképesztő mennyiségű kiállítást hoztok létre Szekszárdon. És ennek nagyon örülök. Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad és elfogadtátok a meghívást. Örülök, hogy itt vagy ismét közöttünk. Hát akkor hallgassuk meg ezt a sikertörténetet, amivel a bárka indult, hogyha talán még valaki nem tudná, vagy pedig értelemszerűen mindig új és újabb források jönnek napvilágra, amit ugye mi megismerhetünk, mint bécsiek. Hát szeretettel köszöntöm én is a nézőket és a hallgatóságot, de annyira nem mesés a helyzet, mint ahogy a Zoli ecsetelte. Tehát mi ezért sokat küzdünk, hogy sok kiállítás legyen, és igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, és ezúttal köszönöm ezt a Origóházbeli lehetőséget is a Bárka Művészeti Szalon nevében. Egy fontos dolog, hogy nem én vagyok a Bárka Művészeti Szalon vezetője, hanem Lönhárt Ferenc, én csak a elnök helyettes vagyok, és eddig kevés szerepem van a Bárka Művészeti Szalonban, bár a kiállítások nagy részét én szervezem meg, a tulajdonképpen a motor én vagyok az interneten a szalon tagjainál, de meg a honlapot készítem. Tehát az elnök. És alkotsz, ezt is azért tettem hozzá, hogy hát nem csak hogy. Hát sokat csinálok, mert nekem még kell a gyakorlás, tehát én sokat keresnek. Lehet, hogy mindenki úgy érzi, hogy kell neki a gyakorlás, biztos, hogy te is. Bár volt szerencsém a kis műhelyedbe betekinteni egyszer-kétszer, és bizony, mivel láttam először is egy óriási nagy monitoron, ugye nézed a dolgokat, a részleteket ugye ott már rögtön összerakod a fejedben, összeáll a kép, ezt ugye nagyjából fölvázolod a monitorra, és onnan kezdve azt mondod, hogy pillanatot alatt képes vagy megfesteni akármit. Tehát ugye ezt fogod akkor meg, hogy szinte mondom, hogy akármit. Tehát olyan szintű műveket alkottál, amiket azt hittem, hogy akár hónapokat készülnek elő, rágyúrnak, nekiállnak hozzák a dolgokat, a festőszerszámokat. Például azt mondtam, ha jól emlékszem, egyik alkalommal egy beszélgetésünk során, hogy de majd mindjárt kisegítesz meg, mert hogy szükség volt valakinek a festményére, hogy valakit ábrázolnak az iskolában, és te 3 óra alatt ezt megfestetted. Hogy is volt ez? Ez valóban hasonló helyzet volt.
kettő óra alatt, vagy kettő és fél óra alatt festettem meg ezt a portrét, Baka István költő portréját. Ez volt az első portré, amit életemben festettem, de egy 8-10 óránál többet egy képen már sem foglalkoztam. Ez, én nem teljesítményet dolgozom, de viszonylag gyorsan festek. És hát ne felejtsük el, hogy azért soroljuk fel a kiállító tagokat is, akik most eljöttek, jelhozták ide a műveiket a Pécsi Rugóházba. Hát ugye továbbra is nagy szeretettel köszöntöm őket, önöket. Hát ugye körülbelül van éppen Sütő Károly, aki akrillal foglalkozik. Aztán Bíró Sándor, aki fotóanyagra karcol, ugye ő ez egyedi technika, ne felejtsék el, hogy neki már volt ugye itt önálló kiállítása, és bizony-bizony a Cinket kis termünkbe, a Cinket Facingbe, a másik termünkbe, az ő dombor művével díszítjük a falunkat, amit nagy-nagy szeretettel köszönünk neki, és büszkék vagyunk rá. Tehát azért mondom, hogy bizony-bizony, hát ugye vannak itt ilyen alkotások is. Aztán Tereskényi Katalin, aki pasztel kínai tussal van közöttünk most, és ha jól emlékszem, nem először ismételten. Laki Erzsébet, aki olajfestészetet képviselteti magát. Aztán Kaiser Ferenc akril, Bazsa Imre olajpasztel, Pribenszki Mária olaj, ugye Pribenszki Máriának is már volt itt a 2010 Európa Kulturális Fővárosán belül ugye egy önálló kiállítása, és még természetesen a bárkával is eljött. Aztán Aut Lászlóné, aki olajtechnikát képviseli, Biszák László akril, Biszakné Gáspár Erzsébet olaj, Koller Mártonné olajtechnikával dolgozik, Kerekesné Varga Veronika olajtechnikával. Az ő érdekessége ugye az, hogy én elsősorban először a verseit ismertem meg, egészen más kulturális és internetes portálokon. Aztán kommunikáltunk, találkoztunk is többször, és érdekes módon egyszer csak Szexárdon, amikor munka közben ugye jött egy hír, hogy hát ott kiállítást nyitottok, hát bizony-bizony találkoztam az ő alkotásával, az ő képeivel, és tehát ő átnyergelt egy másik műfajba is, ami itt Pécsen belül is ez most már szokássá kezd válni, de úgy látom, hogy akkor ti sem zárkoztok el ettől a dologtól. Majd Balogh László, aki akvarellel dolgozik, Sebestyén Gáspár olajjal, akinek itt még néztem, majd lesz hozzá egy pár kérdésem, mert bizony-bizony látok olyan a csata jeleneteket, meg dolgokat, amiket nem értettem, hogy hogyan lehet majd összevegyíteni. Juhász Rüdikó részkarc, tus és olajtechnikával dolgozik, Szanyi Zsófia akvarellel, Relkata textilképpel, ugye a Relkatának is szintén volt már itt önálló kiállítása, plusz a bárkásokkal együtt is többször jött, hiszen ő a rongyképeit, ugye itt hívja magát, hogy a rongyos, tehát ő a rongyképeket készíti. Nem is akár hogyan, mert hogy több esetben akármennyire közel mentem hozzá, hát ha nem mondja, én nem jövök rá, hogy az rongyból van varva, azt hittem, hogy festmény, tehát többet kiderült, hogy nem. És Ábrahám Béla, ugye, aki itt ül, vagy itt áll most ugye előtte, aki szintén olajjal dolgozik. Tehát remélem, hogy nem hagynak ki senkit a listából, és aki esetleg ott ül a rádió előtt és hallgatja a műsorukat, az még gyorsan-gyorsan elrohan ide a Pécsi Origóházba, a Pécs Komlőt 91-98-as épületében azért, hogy ezeket a képeket láthassa is. Bár mi beszélgetni fogunk, nem csak remélem, hogy én egyedül, és valamilyen szinten azért csak-csak a hallgatóknak is vissza tudjuk adni, mert a kamera az bár veszi az adást, és akik ott ülnek az internet előtt, azok biztos látják. De én akkor is buzdítom a televízió nézőket, az internet előtt ülőket, hogyha még nem késő, mert a technikus kollégám ott ül a másik oldalon, a Skype segítségével be is kapcsolódhat a adásba, föltehetik kérdéseket, hiszen rengeteg művész van itt körülben, akik alkotnak. Na tehát akkor ugye térjük vissza ezekre a dolgokra. Azt mondtuk, hogy a bárka 5 éven keresztül most minden év októberében ki fog itt állítani, aminek nagyon-nagyon örülünk. Igazából egy ajándék oda-vissza nekünk legalábbis mindenféleképpen ez a kapcsolat, mert hogy hihetetlen, hogyan termelitek ki az alkotókat. Áruld el ezt a titkot. De ezt most nagyon komolyan mondom, és ne ködösíts, ne szépíts, úgy, ahogyan van. Hogy van az, hogy Szexárd ilyen erős a képzőművészet terén? Hát szerintem megint csak egy kis ködösítéssel kell kezdenem, mert ennyire nem erős, mint amennyire látszik. Tehát mi igyekszünk a felszínt olyanná
alakítani, ami a nézőknek is jó. Tehát a több művészeti csoport közül a Bárkának van még a legjobb neve Szekszárdon, és ezt igyekszünk színvonalas kiállításokkal is próbáljuk bentartni. Ezen kívül most legközelebb például jön hozzánk egy művész tanár, aki zsűrizni fogja a képeket, ami a kiállításra került. Tehát a következő kiállításunk remélhetőleg még színvonalasabb lesz a mostaniaknál, mert a hatalmas képmennyiségben, mert mindenki több képet fog vinni a következő kiállításra, a tanár úgy fogja eldönteni, hogy melyik kép fog kiállításra kerülni. Jafab Gézának hívják a művész tanárt, aki eljön hozzánk közelebb. És a művész úr, Jafab Géza művész tanár, ő is alkot talán? Alkot, tehát ő is alkot, és készül esetleg a kiállításra. Akkor hogyan is van az ő képeit, ő válogatja be? Ő ez most nem a művészeti szakon tagja, tehát ő egy teljesen külsős, és nem fog kiállítani. Ja, értem, akkor eljártam, egy kis kulisszatitkot szerettem volna, egy kis paraszolvenciát próbáltam becsempészni, de úgy látszik azért nem lett, mert értelemszerűen azért ügyeltek arra, hogy valóban olyan alkotók jussanak a köreitekbe, aki nem mint én, hogy mondjuk én tudok festeni például a pálcika embereket, tehát ugyanazzal egy nem sokan mennék elmondóan, bár még nem állítottam ki egyet sem, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lenne a siker. Tehát a lényeg az, hogy nem csak most a kiállításokra zsűrizitek a képet, hanem a bekerülés hozzátok. Az hogyan zajlik? Hát ez elég lassan zajlik szerintem. Tehát ezen is lehetne változtatni, de mivel hogy fogy a tagságunk, ezért az elnökünk mindenkit fel fog venni a jövőben is. Most a mostani tagfelvételen egyedül a Gáspárnak a képeit láttam, ami nagyon jó minőségű alkotónak tartom őt. Tehát én önnek örülök, hogy bekerült a többiekét, nem nagyon ismerem, aki tag lett mostanában. Tehát jó lenne, ha többiek is bemutatkozással, vagy bemutatkozó anyaggal jönnének, és valaki eldönthetné, hogy tehát a Bárka tagság az egyfajta minőség is legyen. Tehát most nem az van, hogy ide nagyon nehéz bekerülni, hanem inkább nagyon könnyű szerintem. Szerintem meg nagyon letetted most ezt a dolgot, már kiemelted a nívót és a színvonalat. Én azt látom, hogy aki bekerül, vagy pedig lehet, hogy önkritikája van az embernek, tehát nem fog olyan mondjuk oda menni, amit ér magam, hanem valószínű, hogy képes már valamit letenni az asztalra. Vagy, mint ahogy ugye kitértem a kezdetén is, hogy ez egy önképzőkör, tehát tanítjátok egymást össze, hogy mondjuk egy közös alkotásra, egy közös festészetre. Volt a tavaly előtti évben rendszeresen összejöttünk, és közös festések voltak, és tavaly már ezt nem tudtuk megoldani, mert ezért tanárnő volt, aki Kecskemétről jött át, illetve egy szexuális tanárnő, aki tanított minket, és ők nem vállalták, hogy az adózás miatt talán, vagy nem tudom mi miatt, tehát nem tudom az okát, de nem vállalták tovább. Nem a csoport miatti ellentét volt a probléma, tehát jóba voltunk mindkét tanárral. Tehát valami ok volt, amiért abba hagyták, és tehát akkor ez már idén is nincsen. Nincs. Ugye ez tavaly előtti működött, tavaly már sajnos nem jött össze, és idén sem jött össze. Sajnos nem. Ez a közös alkotás. De szerintem ez rajtatok múlik. Tehát most nem akarok belefolyni a ti életetekbe, mert biztosan tudjátok, hogy esetleg hol lehetnének azok az intézmények, vagy azok a terek, vagy termek, ahol esetleg meg lehetne tölteni ezt úgy tartalommal, hogy bizony-bizony összeálltok és dolgoztok közösen valami. Akár egy nagy munkán. Ez szép és jó, de nagyon nehéz a mai világban ezt összeegyeztetni. Viszont nagyon hasznosak azok a beszélgetések, amelyek a taggyűlések után folynak, mert minden hónapban tartunk egy taggyűlést, és a taggyűlés után a képeket megbeszéljük egymás között, nem sokan, tehát a Bárka tagság mondjuk egy negyed része vagy ötöd része inkább, aki
ott van egy-egy ilyen beszélgetésre, és ezek nagyon hasznosak mindenki számára. Szerintem az építő jellegű kritikából mindenki csak profitálhat. Akkor most azt mondom, nyugodtan foglalj helyet, úgy sokkal könnyebb. Én is ide leülök melléd egy kicsit, és aztán majd utána én itt mászkolok a mikrofonnal le a teremben, mert talán azért lesz még egy-két beszélgetőtársam remélhetőleg. Tehát azt mondod, hogy azért rendszeresen van taggyűlés nálatok, tehát akkor úgy hallom, hogy ezekre a taggyűlésekre viszitek az új alkotásaitokat magatokkal, vagy egy részét, amit esetleg jobbnak gondoltok. Pontosan. Tehát az elnökünk egy körlevélben mindenkinek figyelmét fel is hívja erre, hogy vigyük el az új alkotásokat, és ez megint csak hasznos. Tehát fotózunk egymásért, lefényképezzük, elteszem az internetre, úgyhogy a tagság azon része is meg tudja nézni, aki nincs jelen a taggyűlésen. És van-e nálatok olyan, hogy bizonyos témakört fölbontok, és erre kell mindenkinek alkotni? Igen. Ez például a Bárka Biennálé, ez két évente kerül megrendezésre. Most nyitottuk meg a Biennálé harmadik részét, amit onnan megy történelmi eseményei és történelmi személyiségei, ez volt a címe, és legközelebb a művészet és a zene, irodalom és egyéb művészetek megfestése következik. Ez lesz az csak következik, hanem én már látom is itt a teremben, hogy ezek már ki is vannak állítva egy része. Ugyanis éppen azt mondtam, úgy kezdtem nagyjából, hogy Sebesén Káspárhoz majd lesz egy-két kérdésem, mert bizony-bizony, de ha már így megszólítom, akkor megkérem, hogy jöjjön ide ki. Mert bizony-bizony látok itt olyan képeket, amikor húsvéti bocsolás, de össze van keverve egy csata jelenet, persze nem azonos képen, hát ne helyettessék félreérteni azik, akik mondjuk a rádiót hallgatják, és megfér tökéletesen egymás mellett ezek a több kontúrok, többféle variációk. Hogyan is vannak ezek a dolgok az ön fejében? Hogyan áll össze a kép? Először szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, Sebesén Gáspár vagyok. Hát én a bukovinai székelységet képviselem tulajdonképpen, a képeim már javarészt, mert festettem más képeket is, úgyhogy tajképeket, csendéleteket, sőt volt egyszer még egy szekóm is szexárdon, gyermekek részére festettem, és hát festettem stációképeket is, a Szent Györgyön az új katolikus templomban már ott lakom. Hát az én szüleim Bukovinából települtek át, úgyhogy tulajdonképpen ezek a képek, most ez a csata jelenet és a címe Gyász és Születés, ez pont azért lett így megfestve, mert 1764. január 6-án, amikor Mária Terézia Kosztá katonái hát nagy mészárlást rendeztek Madéfalban, az ott összegyűlt székelyek körében, mert a székelyek petíciót követeltek, hát tiltakoztak tulajdonképpen az erőszakos határőrszervezés ellen, és összegyűltek 6-án Madéfalban a Csík és Háromszék környékbeli székelyek, és sokan voltak akkor éppen, és hát azt az osztrákok lázadásnak vették, és ők úgy gondolták, hogy megelőzik, és január 7-én hajnalban ágyúzóval ébresztették a falut, úgyhogy végig ágyúzták a falut, felégették, és akit értek, értük nők, gyereket, idős, fiatal, mindenkit, akit csak értek, legyilkoltak hajnali 4 órától reggel 9 óráig. Hát úgy van, ahol 200 halottat mondanak, de az utólagos számolás alapján úgyis több is volt, több száz ember volt, és még pluszban, akik elmenekültek, akkor hát túlmentek Moldvába először, meg ott a Kárpátokban téjjel jönnálva, képzeletünkkor nagy hideg volt, megfogytak, meghaltak, és elpusztultak. Aztán hát a születés azért a címe születés, mert tulajdonképpen attól a naptól kezdődik a bukovinai székelységnek a születés, hogy így mondani. Ez a gyász mellett egy születésnap van, születésnap is, mert hát onnantól számítják a bukovinai székelységet. Hát az előbb erdély székelyek volt, ők is Csík és Három székelyek, mindig többségében. Aztán
Hát ez most a 250. évforduló, most volt január 7-én, és ezt arra festettem meg. Hát ezt direkt így akartam megfesteni, hogy drasztikusan, hogy fölrázzam vele az emberek érdeklődését, mert hát előzőleg én festettem egy másik képet, az most a Bálaszéken van a tájházban, a Kovinai székely találja faragott a képei mellett. Elkérték, én oda ajándékoztam, és nekem az nagy megtiszteltetés volt, hogy elkérték tőlem. De azt a képet úgy szimbolikusan festettem meg az ott hagyott értékeik, hát ami ez a 44-es vérengzés, mert hát a történet előzménye az, hogy 41-ben a második bécsi döntés folytán a kovinai székelyeket áttelepítették Bácskába. Hát az ottani képviselők, papok, előjárók, a székelységet, akik képviselték, jártak az akkori Horthy kormányhoz, és kérték, hogy telepítsék át a népet, mert hát román körében már életúrban dolgok voltak, mert többek között József Horváth is eljutották, a teljes falut leégették, és akkor hát ez már túlzás volt, és akkor hát a második bécsi döntés folytán a Horthy kormány áttelepítette, az egy áttelepítés volt Bácskában, és hát ott is csak annyi, tulajdonképpen iparapészekben telepítettem, mert hát amikor 44-ben jöttek az oroszok, akkor a felmenekült dobogból játszok jöttek vissza, és akik tudtak, öltek, hát az a 44-es vérengzés, és az a bácskai székelyeket is, bukovinai székelyeket is érintette, hát többek között sajnos az én szüleimet is, és hát akkor most van a 70. évforduló, éppen jövő héten lesz, mert októberben menekültek a hidegbe elsőbe, és hát sokan megbetegedtek, még volt akiket megöltek a szerbek, a szerb partizánok, stb. És hát az egy keserves időszak volt, azt megfestettem, de azt a 70. évfordulóra, most éppen mondom, jövő héten, 6. utáni napokban van, akkor kezdődött a menekülés. Hát az Bátaszéken van, de szimbolikus, és hát sokan nem értették meg azt a képet. Aztán azért én úgy gondoltam, hogy ezt, ha megfestem, akkor ezt úgy festem meg, hogy ezt értsék az emberek, de hogy ezt egy kicsit túl erősre is festettem, azért ilyen véresnek tűnik ez a kép. De hát ez aztán mellette most meg festek ilyen vidám jeleneteket is, és a székelységnek a vidám életét, a mulatozást, lakodalmakat, eskül után az éppen kint van az autóban, célom volt vele, csak most még nem tudtam elvinni oda, hova kell. Annak a lakodalmas képnek a párja, ami itt látható. Aztán hát festek tájképeket is, mondom, meg úti élményeimet megfestem, úgyhogy hát ennyi. Én különben így autodidakta módon tanultam, hát 3 évig annak idején a Farkaspál szobrászművésznél tanultam, mert ő vezetett Szekszárdon akkor ilyen szakkört. Hát az, hogy én ilyen irányba szerettem volna tovább tanulni, ez pont a bácskai menekülésnek is köszönhető, mert édesapám ennek folytán is fiatalon meghalt, és nem volt lehetőségem tanulni akkor már, mint általánkor kimaradtam, és szakmát kellett minél előbb keresek, és hát akkor esztergályos szakmát választottam, pénzt keresek minél előbb, de hát aztán tovább tanultam, úgy elkezdtem, aztán most már az utolsó időszakban 90-től gépésztervező voltam a Fogsi atomerőműben, aztán ott hál' Istennek nyugdíjba lehetett menni korkedvezménnyel, a sugárvászés munkakör véget, aztán hát így most újra kezdtem. Nagyon kedves kollégáim voltak, akik festőkészletet vettek én nekem ajándékba, hogy most mozdánk át a festést, és most festettem itthon, mármint Dunaszentgyörgyön, mert mondtam az előtt is, hogy ott élek a családommal,
oda házasodtam, azelőtt pakoltam éltem a szüleim is, és most Pestek, de igazából már az elhatározás már meg volt bennem, hogy kérjem a felvételmet a Bark művészeti szalomba, és hála jó Istennek most már itt vagyok, és azt látom, hogy nagyon kedvesen körbefogtak a szalomnak a művészei, és ez nekem nagy öröm, hogy kedvesek velem szembe, és befogadtak, úgy érzem. Úgyhogy én még igyekszek majd, amennyire tőlem telik majd mutatni a képeimet. És hát ez nekem nagy lehetőség, és köszönöm, hogy így alakult. Én úgy látom, hogy a csata jeleneteket az nem csak a tudás által, nem csak a könyvek dolog, vagy a történelem által ismerhetjük így meg, és ismertelenül is, hanem a családtól is jött szépen. Mert csak az, amit most nagyon szépen fogalmazva összetett egy gyönyörű szép történetet, hogy a kép kapcsán, így megismerhetjük azt, hogy hogyan készülnek ezek a képek. Tehát nem csak a néphagyományt örökíti meg, hanem a történelmünket is, a történelmünket, és innentől kezdve ugye bizony-bizony igen komoly kutatómunka, háttérmunka, tudása meg áll az mögött, mielőtt mondjuk egy kép elkészül. Tehát én így tapasztalom akkor ezek szerint. Valóban itt van, hát sokat tanulmányozom, orvosom, de hát Sebestyén Ádám bukovinai székelységnek a nagy ember, aki kutatott néprajzgyűjtő volt, ő a nagybátyám, édesapámnak az öccse, és hát ő által is sokat már tanultam, sőt a második könyvben a rajzokat annak idején én készítettem, és viszont olvastam utána, meg hallottam a szüleimtől, úgyhogy meg ott ahol laktam Kakasdon, a bukovinai székelységnél ez mindennapos téma volt, úgyhogy annyira belém ivódott, vésődött ez az egész élet, és hát én is úgy szinte átéreztem mindig azt, amit, ahogy ők elmesélték, és hát sokszor úgy el is érzékenyülök, főleg, hogyha így ilyen dolgok, hogy mennyire megviselte őket ez a világ, és ez a menekülés, és hát most már hála Istennek, most már székelység is, hogy jó van Bonyhád körzetében, és hát mondom, én egy kicsit távolabb kerültem, Paks mellett élek, de azért mindig ott vagyok velük, ahogy lehet minden rendezvényen, ahol lehet, éppen most vasárnap voltam a Lőrinc Vitus festőművésznek a kiállításán Tevelen, nagyon megható volt, ő is elmondta a történetét, életéről, mesél dolgokat, úgyhogy hát én ebbe élek. Én úgy hallom, hogy ez csak egy 50-60 km távolság, tehát túl messze azért nem kerül a gyökerektől, tehát a hétköznapokat azért szépen-szépen így át lehet hívani a művészet által. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta ezeket az élményeket, és hogy engedett betekinteni a munkásságába, és azt, hogy hogyan készülnek itt a képek. De hogyha már úgy is itt... Köszönjük szépen. Ha már úgy is itt ugye azt mondtam, hogy itt a teremben még ülnek egy páran, akkor megkérem Sütő Károly, hogy jöjjön ide közénk, mert ugyanis ő akrillal dolgozik, és ha jól emlékszem, akkor ugye nem is először vagyunk itt, nem először van itt a cégke programban. Sütő Károly, üdvözlöm a Pécsi Rádiót. Kicsit ide. Hát én egy gyerekkorom óta alkotok, egy kicsit zavarba vagyok, én ilyen sokat nem fogok tudni beszélni, mint az előttem előtt úr. Gyerekkoromban kezdtem az egészet, már gyúrogattam az agyagok, sárgok, szobrokat, meg mindennek firkálgattam forba ide-oda, és akkor kezdték mondani, hogy akkor ennek a gyereknek kell valamit alkotni, és akkor ugye elkezdtem csinálni magamtól dolgokat. És akkor az óvodában már nekem kellett megrajzolni a jeleket, többi gyerekeknek várat építeni, meg hasonló dolgokat, meg aztán fogalmam nem volt az egész dologról, csak azt mondták, hogy mindent nekem kell megcsinálni. És akkor később rájöttem arra, hogy ha mindent nekem kell megcsinálni, akkor esetleg valami lehet majd felnőtt
van belőlem, mert sok minden szerettem volna én is lenni. Aztán a képzőművészetig jutottam el ezekbe a dolgokba, rajzolok, festek, szobrokat készítek, edénykészítek, alapjában ő kerámikus vagyok. De így mindenfélét csinálok, csak arra kell vigyáznom, vagy figyelnem, hogy ne zavarodjak össze. Tehát, hogy amikor rajzot csinálok, akkor rajzba kell gondolkodnom. Tehát, hogyha a téma bennem van, akkor másikba, akkor kerámiába kell gondolkodnom. És ezeket külön-külön el tudom osztani, tehát a hagyományos dolgoktól, a klasszikus, a modern, az elvetemült, modern mai művészeten keresztül meg kell oldanom olyan dolgokat, amit másként máshogy oldok, mint mások csinálják. Próbálok egy egyéniséget kialkottani magamból, hogy mindenhonnan megismerjék a munkáimat. Hogyha valahol kiállítok, vagy valami. Ennyit tudok most beszélni, kicsit még zavarba vagyok, sokat nem tudok beszélni. Azért nekem még az a kérdésem, hogy nem látom itt a kerámiákat, azok miért nem jöttek akkor ide, miért nem lettek elhozva ide egy pár kerámia, ez az egyik kérdésem. Aztán ugye itt arról van szó, hogy akril, tehát akril a munkaterület, és hogy az egyéniség. Az akrilba milyen egyéniséget lehet még belőle vinni, amire azt lehet mondani, hogy az kizárólag önre jellemző. Hát mondjuk ez nehéz kérdés volt, és nehezen is tudom megfogalmazni, mert mondjuk nem az akril teszi valaki egyéniségét, hanem maga a belső gondolatai. Meg a látásmódja, hogy néz belülről kifelé, átszűri a valóságot a saját gondolatai menetei, látásmódján keresztül. Akrilla is lehet bármilyen módon dolgozni, lehet olajhatásokat, akvarelhatásokat, akrilhatásokat, sok feldolgot el lehet határolni. Csak én azért dolgozom akrilla, mert eleinte olajjal dolgoztam, és otthon olyan kellemesen szagok terjedtek a lakásba, hogy kiutáltak a lakásba, és akkor kénytelen voltam, mert az olajat, az higítók, az olyan büdös szagok. Az akril meg egyszerűen vizet kiengedik a csapból, az a higító, és ennyi. Az egész. És a kerámiára van-e valami kitalálva már festészet terén? Tehát, hogy ne csak kerámia, hanem ötvözve legyen akármilyen akril, akár olaj, vagy bármilyen más technikával. Hát megoldható. Én olyan ember vagyok, aki általában gyerekkor óta kísérletezik mindenen. Tehát amit kérdezett, ezt is már megkísérleteztem, mert csináltam olyan szobrokat is, amit akril festét kell lekentem. Ugyanis az akril az ősidők óta ki van találva, az indiánok kitalálták, a mai kornak megfelelően modernizálva átdolgozták az anyagot, és rá lehet tenni kerámiára is. De hát én mostanában nem teszek rá ilyet, ha rátenni, akkor azt mondják, hogy gicset készítek. Tehát magamnak csinálom, de az ilyet nem állítom ki. De hát a mai kornak megfelelően meg lehetne oldani azt úgy is, hogy ne látszom, hogy az akril. Én nem mázokat szoktam rátenni a kerámiára, vagy naturba. Engedem a kerámiát, különböző oxidokkal megszínezem, és akkor így lehet különböző hatásokat elérni. Olyan tónusokat, mint a festészetben a színekkel. Igen, csak én nem erre gondoltam hirtelen, bár ez nagyon jó, hogy ilyenre is választhattuk, hanem arra gondoltam, hogy ami itt mondjuk ki van állítva egy kép, ez mondjuk akár egy miniatűre, vagy egy hasonló karakter kerülne föl egy ilyen kerámiára. Tehát nem gics formában mondjuk akármilyen jeleket vagy népi motivumokat fölvinni, hanem magát, az alkotást fölvinni. Készítettem már ilyen dolgokat is, hogy kerámia képeket mázzal, ecsettel meg tusolással rá lehet vinni, meg lehet oldani különböző módszerekkel. Ezt most hosszú lenne, hogy elmondanám, ez hosszú évek kísérlete, de ugyanúgy meg lehet oldani, mint például a zsolnénál a porcelánra, hogy ráteszik. Ezt az én másik módszeremben is meg lehet csinálni, csak nem olyan minőségiben, hanem amit én kitaláltam, olyan egyszerű módon lehet megoldani. Tehát nekem annyi pénzem nincs, hogy kikísérletezzel ki évtizedeken keresztül nem tudom milyen dolgokat, meg anyagokat nem tudok megvásárolni, tehát abból az anyagból dolgozok, amit én meg tudok venni a művészeti boltokba. Tehát rá lehet tenni a képekre kerámiát, lehet rá festeni, és lehet domborműve is rá készíteni. Tehát bármilyen módszerre, csak egy a dolog, hogy az embernek állandóan kísérletezni kell. Tehát nem szabad lépni, mint az iszaknak. Ennyi az egész. Igen, de hát ugye értelemszerűen az alkotó ember az eleve kísérletezik. Hát hogyha nem volna benne ez a vágy, akkor nem történne semmi. Nem alakulnának ki képek, szobrok, tárgyak, nem születnek versek, nem születne zene, nem történne semmi. Akkor egyszerűen csak eljárnánk dolgozni, ha tudnánk, hogy mit kell csinálni, és kész. Tehát ugye értelemszerűen a hétköznapi kísérletek
talán fontosabbak, mint az akármi nagy emberiségre gyakorolt kísérletek, hiszen ezekből tevődik össze. És ebből aztán, hogy mi születik, vagy mi lesz a végeredmény, azt majd ki tudja, az utókor megmondja. Tehát ugye eljutottunk ide, ahogy a zsolnai a porcán festészeti. Ezt csak nagyon burkoltan próbáltam idáig kitérni, mert hogy bizony-bizony a nagy manufaktúráknál egy-egy olyan alkotás, ami bizony-bizony komolyabb festőművészek szignálják alá a saját műveiket, ugye amikor ezeken a vázákon, edényeken, tányérokon, ott igen komoly és részletekig menő munka folyt, és hát elképesztő, milyen árai vannak és mennyit érnek. Tehát nem kell ahhoz gondolom túl sokat kísérletezni, hogy mondjuk ott van, ha már egyszer ilyen gyönyörű szakmával rendelkező, hogy kerámikus és még festő is, hát azt hiszem, hogy a kettő együtt ötvözése, annak ellenére, hogy már elkezdődött ez a folyamat, már régebben elkezdődött, de remélem, hogy akkor az én hatásomra jövőre jön egy ilyen kerámia edény ide, vagy kerámia tárgy, vagy szobor, amit utána megcsodálhatunk, mint akár egy kifestett, feldíszített dolog. Hát a fényképezőgépen van egy pár kerámia kép, majd a műsor után esetleg tudok egy párat mutatni. Most nem volt a lehetőség, hogy hozzak ide kerámiákat. Szükös volt a hely, meg az idő, meg máshol is vagyok most kiállítva több helyen, és nem tudom összeszedni a dolgokat annyi, hogy most minden egy helyen ide kerüljön. Örülök, hogy ide is oda is el tudtam jutni. Most van például tolláns egy kiállítás, a közös kiállítás a Bálkával. Most itt Pécsre is kerültem, akkor Kiskőrösen is van most kiállítás, épp holnap megyünk leszedni az anyagot. Meg lesz egy Budapesten, meg nyáron volt Veszprémben, meg kettő lesz Szexárdon, én nem tudom, hogy hol áll a fejem. Tehát annyi fel nem tudok koncentrálni, hogy ide ezt hozok, oda azt hozok, nem, mert amit tegnap mondtam, azt ma már nem tudom, hogy mit mondtam, mert annyi felé kell gondolkodnom. És így jártam. Hát ugye akkor ezért érdemes alkotni, minden nap alkotni, mert hát az ember osztódik, ha más nem, akkor a művészete mindenféleképpen osztódik. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadték a meghívást. És hát megyünk tovább a listában, hogyha már szépen haladunk előre. Nyugodjáink Béla, nem sokára téged is foglatlak még tovább. De hát ugye, közben sőt, meg is kérlek arra, hogy Bíró Sándornak hozd ide légy szíves legalább az egyik alkotását, mert látom, hogy ott van. Talán ők emlékeznek a rádióhallgatók és az internetelőtt ülők, akik a monitort nézik, pontosabban mondjuk azt, hogy a televízió nézők, hogy Bíró Sándor bizony-bizony hát olyan technikát képvisel, amit aztán tényleg abszolút egyedi. És miért is egyedi? Hát mert hogy tulajdonképpen filmekre karcolja a képeit. Hát elképesztő, hogy ha megnézzük, én magamtól nem jönnék rá, hogy ez milyen technika, akármennyire is nézegetném közelről. Sőt, egy vallomását akkor meg is osztom, mert bizony, hát nem jól hall sajnos Bíró Sándor úr, ezért ugye most itt próbáljuk meg Bélával ábrázolni ezt a dolgot. Tehát amikor ezek az alkotások itt megszületnek, bocsánat, közben esett a maga cím, ezért fölveszem, tehát amikor ezek az alkotások megszületnek, mondjuk egy kis titokot árulok el, csak látom, hogy itt nagyon sandán nézők most mi történhet. Tehát ugye a titok maga abban rejlik, hogy amikor mondjuk egy alkotótáborban Bíró Sándor úr előveszi ezeket a képeket, vagy pontosabban a negatívokat, vagy ezeket a fotó papírokat, fotólemezeket, vagy filmeket, akkor ugye mi történik? Fog egy kis karcoleszköz, és bizony-bizony elkezdi radírozni, elkezd karcolgatni rá. Na már most azok, akik nagyon jól hallanak, a többi alkotó, az bizony menekül. Mert hát ez olyan nyikorgást ad ez az egész eszköz, hogy nehezen tűrik meg. Hát őt ez nem zavarja, mert hát ugye eleve rosszul hal, vagy sajnos igen nehezen hal. Tehát őnek ez tökéletes lelki békét okoz, az, hogy ő ezeket a képeket megalkossa. Hát még nekünk, amikor elkészül, mert hogy ugye mit láthatunk, hát valóban láthatjuk a természetnek azon csodáit, amit ugye megörökít rajta. De hát ugye dolgozik ő továbbiakban még olajjal, dolgozik akvarellel, pasztellel, dolgozik bronzaszobrokkal, tehát
dombornyomással, tehát mindenféle ilyen dolgokkal foglalkozik ő, úgyhogy nem csak ezeket tudta volna elhozni most ide, hanem elképesztő mennyiségű repertoárja van, amit föl tudna nekünk mutatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megmutattad ezeket az alkotásokat, remélem, hogy a kamerával is jól lehetett érzékelni. Aztán ugye köszöntöm Tereskényi Katalint, hogyha már itt van, akkor megkérem, hogy jöjjön egy pár szóra ide, mert hogy ugye ismét nem először találkozunk, és ennek nagyon örülök. És ha jól láttam, ott a terem másik végéből ott láttam a képeket. Két darab képet. Hát örülök, hogy ismét találkozunk. Hogy telt az egy év, ami ugye a címkén kívüliség, hogy telt? Köszöntöm a hallgatókat. Igyekszem festeni. És mivel én is nagyon kíváncsi vagyok, igyekszem mindenféle olyan technikát megkeresni és kipróbálni, felfedezni, ami ritka, és abban alkotni valamit, ha tudok. Ez elég rövid volt így, akkor inkább azt kérdezem, hogy akkor mit tud alkotni? Tehát ez nagyon szép, hogy amit tud, azt alkot, és akkor elhoz ide, tehát mégis, akkor mondjuk azt, hogy mivel készült ide a címkére? Tájképeket szeretek festeni, és régi házakat. Én nyaranta két hetet Tiszaalpáron töltök alkotótáborban, és hát a holtágak, a Tisza az valami varázslatos hely, és összefogunk egy autóba, becsomagolom az alkotótársakat, és elmegyünk, és kinyomozzuk azokat a tanyákat, amiket még használnak, amiben még élnek, meg olyanokat is találunk, amiben már nem. És hát abból egyet hoztam. Jól láttam, akkor ez ilyen ladikos kép, mert hogy akkor mégiscsak itt becsatlakozik a Tisza, befolyik a Tisza ide a pécsi Origóházba, ugye, hogy ladikkal érkezik a bárka. Igen, most a bárka helyett a ladik jött. Hát az egy nagyon érdekes technika, mert nem igen ismerik. Kínai tussal készítettem. És mielőtt ide érkeztem, elmentem itt az a művészellátóba, és vettem két tust. Akkor hadd nézzem meg így közelebbről, hogy mégis mit tud ez. Tehát ez maga a rajzoló eszköz? Igen, tehát ezzel készítettem azt a tusképet. Na most ahhoz, hogy ezzel bármilyen alkotás létre tudjak hozni, az kell egy dörzstálca. Abba egy kis vizet csepegtetek, és akkor így elkezdem szépen oldani ezt az anyagot. És akkor jön az ecset, és az a kép, amit én előre elképzeltem, vagy szeretnék megalkotni, azt úgy nagyon halványan megrajzolom, és akkor nekiállok tussal dolgozni. Tehát akkor ez az a tus, mert ugye itt éppen azt hiszem, hogy nagyon-nagyon vékony a kis vonalak vannak, nagyon vékony vonalvezetés, és ahogy először ugye azon csodálkoztam, hogy hogyan fenébe lehet egy ilyen vastag eszközzel ilyet létrehozni, de hát akkor ezek szerint ezt bizony föl kell áztatni. Ez vízbázisú, így nevezzük, így is mondhatom, tehát vízzel oldom, és utána azt csinálok belőle, vagy vele, amit elképzeltem, vagy néha a véletlen is hozza az ötleteket, és akkor azt próbálom fejleszteni, és a másik nagy öröm, hogy most már nem csak fekete, hanem színesbe is van. Ezeket még nem próbáltam, ez már most fog következni. Én valahogy látom, hogy fekete meg zöld van itt, akkor kitaláltam, hogy a következő kép a nádas lesz? Igen. Ki fogom színezni azt a csónakos képet. Tovább lesz akkor fokozva. Fejlesztem, igen. Így lesz, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatja itt az alkotását, és elhozza közénk a művészetét. Aztán megkérem Laki Erzsébetet is, hogy jöjjön közénk, mert hogy hamarosan az mondjuk az, hogy egy éven belül, úgy értem hamarosan, egy éven belül önálló kiállítást is láthatunk majd Laki Erzsébettől, hiszen éppen az imént beszéltük meg ezt, milyen jó, hogy így találkozunk, és szóba kerül az, hogy önálló kiállítások. Bizony, hát a bárkán belül is önálló kiállítások lehetnek, a címkén belül is, de hát ugye ennek ellenére most jelen pillanatban arra vagyok kíváncsi, hogy milyen képeket hozott közénk. Hát üdvözlöm a hallgatókat és a megjelent közösséget, Laki Erzsébet vagyok.
Hát most három képpel jelentkeztem ide be, nem első alkalommal, csak eddig személyesen nem jelentem meg. Van egy képem, ami a mágia, tehát az októberi Halloween időszaka, október-novemberi, erre az alkalomra festettem, már nem most készült a képem, egy ilyen elképzelés, fantázia kép. Én boszorkány konyhának gondoltam, amikor nézegettem itt a képeket. Igen. Úgyhogy hát ezt ilyen alkalomra festettem. A másik mellette lévő, hát lehet, hogy azért rá lehet ismerni. Annak idején a húgomnak a lánya 25 éves volt, és meglepetésnek szántam ezt a képet neki, ugyanis akkor nagyon ment a filmsorozat, az Alkonyat, ami most újraindult, és abból kaptam egy prospektust, és ezzel lettem meg, úgyhogy most őtől lehoztam el ezt a képet. Úgyhogy a kis kép az meg egy téli tájat, egy olasz téli tájat ábrázol. Azt nemrégen festettem olajjal, kezdtem festeni, de az alkotótáborokban hát mindenki a gyorsabban festett, ezért rátértem az akrélra is. Hát szenvedtem. Hát az egy szenvedés volt, addig, amíg meg nem tanultam vele bármi dolgozni, mert az olaj az teljesen más, az simorékony, formálható, szóval más az akrél, viszont nagyon gyorsan szárad, tehát ügyes kezek kellenek hozzá, ami még akkor még nekem nem volt, még most sincs, de hát gyakorlat teszi a mestert, azt mondják, úgyhogy ezeket így próbálom. Inkább fejképeket festek, azokat szeretem a legjobban, de azért igyekszem a lakos képekkel is, ami most itt látszik, ugyan állatfigurákat, meg egyéb ilyen madarakat, azokat is. Szóval imádom így a természetet, és ami ott megjelenik a szeretném, úgy vászonra, vagy farostra, palemezre vinni. Hát, és nem túl régen kezdtem el festeni, mikor nyugdíjba mentem. Nekem mindig tervem volt, elképzelésem volt, hogy amikor megfestek, akkor már nyugdíjas leszek biztos, és akkor is kezdtem el festeni, 10. éve festek most már, és azóta vagyok a Bárka Művészeti Szalonnak a tagja. És a titkára? Hát igen, a titkára is. Ez ilyen önkéntes, most az előtt eleve titkára voltam 2011-től, de jött egy váratlan események, amikor szükség volt gazdasági felelősre is, és mivel ehhez meg volt a képesítésem, akkor ezt elvállaltam, ugyanis mindent beszámolok mindenektől. Konkrétabban a civil törvényt figyelemmel kísérve ezeket meg kellett tenni, tehát erre nem volt jelentkező. De akkor ezt elvállaltam, kértem a titkári funkció alóli felmentésem, így akkor lettem a gazdasági felelős, de titkát sajnos azokat sem tudtunk még. Mert szóval nagyon sok, aki dolgozik, szerencsére köztünk sok a fiatalmi, és a nyugdíjasok meg hát gondolom én elfoglaltság, meg egyéb miatt ezt már nem tudják így bevállalni. Ezért viszem tovább még ezt a feladatot, amikor Lélával együtt közösen szervezzük a taggyűléseket, a kiállításokat, megosztjuk a munkát. Ő zömmel őt csinálja, én a helyet, meg időpontokat, egyebeket egyeztetek, és hát így próbáljuk azért vizet tartani a márkát. Annak viszont örülök, hogy először kezdett el festegetni, és utána kapcsolódott be gazdaságilag a Bárkába, mert akkor most azt kellene hinnem, hogy a paragrafusok voltak az ihletői önnek a festészetben, de hát akkor itt hál' Istennek nem, hanem valószínű, hogy a természet, a tájkép, ugye értelemszerűen az emberábrázolás és mindenféle olyan szépség, ami önben lakozik. Hát igen, igyekszem ezt azért ugye a képeken is kiadni, és megmutatni, ami bennem van, mert hát olyan csodálatos szép ez a természet, hogy ezt meg kell festeni, én úgy vagyok vele.
ezt muszáj Pászonra vagy Parosra vinni. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Ugye amikor itt a névsort olvastam, akkor láttam már a nevét, hogy igen, tavaly is föl lett olvasva a neve, és ugye akkor nem jelent meg, sajnos nem tudott megjelenni közöttünk. Most viszont örülök, hogy elfogadta meghívást. Remélem, hogy fölkeltettük a rádióhallgatók kívánságát, vagy a kíváncsiságát, meg a kívánságát is arra, hogy lássák ezeket az alkotásokat, és hogy eljöjjen közénk. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt van közöttünk. Köszönöm a lehetőséget. Közben nézegetem itt a kis bárka névsort, hogy hát kivel nem beszélgettünk most hirtelen, akik ugye itt a teremben vannak. Nagyjából, ahogy látom, igen, Ábrahám Bélával beszélgettünk, Gáspár, Sebestyén Gáspárral, igen, Laki Erzsébettel, Terescsényi Katalin, Bíró Sándor, Sütő Kálló, tehát tulajdonképpen akik most jelenlétükkel is megtiszteltek bennünket, igen. Hát akkor ismét hozzáfordulok, Béla, bár láttam, hogy nagyon fotózgatsz, mert tudom, hogy a több szenvedélyed van. Az egyik nagy szenvedélyed a fotózás és a kerékpár. Sőt, mindenféle extrém sportok is vannak, ugye, hogy futva fényképezés, tehát te meg kerékpáron fényképezel átlag 100-as sebességgel. Hogy is van ez? És az semmi, de ugye mostanában fölvetődött benned, de az is lehet, hogy ezt most én találom ki, hogy kerékpárolás közben festeni. Ezeket nem terveztem egyiket sem, de 25-ös sebességgel még lehet fényképezni egyébként 25-ös átlaggal, sőt filmeztem 100 kilométeren keresztül, filmeztem 25-ös átlaggal. Tehát csináltam egy kerékpáros filmet, ezt gyorsítva lehet megnézni, majd akit érdekel, elküldöm szívesen. Minket érdekel. Tehát akkor már nyugodtan vett fel kérésnek, hogy az Origo Ház e-mail címére akkor küld el ezt a gyorsított felvételt. Majd mi lelassítjuk, és mi majd megnézzük azokat a részleteket, amiket te nem akartál megmutatni, és azért, hogy fölpörgeted a filmet. Úgyhogy minden kis turpisságot mi kitapasztalunk majd belőle. Tehát akkor hogyan vannak ezek a dolgok? Festészet, fotózás, kerékpár, és még? Hát kipróbálom a dolgokat. Sárkányhajó övezésre jártam rendszeresen, illetve most tavaly elkezdtem pingpongozni, de most már kevesebbet tudok, mert én lettem az edző is. Úgyhogy gyerekeket nevelek. Mi minden vagy mi? Hát akkor mert ugye a bárkának az evezőse is vagy ugye egyben. Tehát értelemszerűen viszed a kiállításokat, viszed, hozod, és nem utolsó sorban a képeit, ugye, olyan érdekes, szürreális képeket is alkotsz, amikor bizony-bizony ötvözöd a technikát. Tehát egy dombor kép keletkezik több dimenzióba, mondjuk egyből lefotózva, tehát szemből lefotózva, aki már látta a képeket, a képeidet mondjuk az interneten, az nem is gondolná, hogyha mondjuk egy picit oldalra fordítaná azt a képet, akkor úristen, hát ott bizony-bizony kiemelkednek a képből a képek. Igen. Készítettem pár olyan képet, ami több dimenziós, de mostanában megint nem készítek. Az ok csak nagyon egyszerűen az, hogy nem nagyon vásárolták háromdimenziós képeket. Vannak kivételek, persze akár itt a közönség soraiban is van. Ez nem okozhat akkora gondot, hiszen ha már háromdimenziósak, hát elharmadolod, és már is mindegyik dimenziót tovább tudod passzolni. Igen. Kis szójátékkal élve, persze. És szerintem én készítettem a világ legtöbb dimenziós képét, mert egy 8-dimenziós képet készítettem. De ez csak természetesen egy vicc, mert plexilapokra, 3 darab plexilapra festettem a kép különböző részletét, és ezek mögött egy faros lemez helyezkedik el, ahol szintén egy kétdimenziós képen a háttér található, és így, ha megszózom, a kétszer két dimenziót, az 8 dimenzióra jön ki összesen. Hát azt mondom, hogy ha esetleg ilyen képességekkel bírsz, akkor nyugodtan jelentkezz a NASA-nál, mert szerintem ott azért még a Hubble űrteleszkópot még le tudnád pipálni így technikában ezekkel a trükkjeiddel. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Örülök, hogy ismét eljöttetek közénk. Remélem, hogy a képeiteket még sokan meg fogják csodálni, megnézik itt a Origo házban, hiszen minimum 4 hétig
kiállítva lesznek. Lehet, hogy ezt nem most tudod meg először, de nem hiszem, mert te már tudod, te már rutinos vagy, hiszen tudod azt, hogy mindig 4 hét egy kiállítás, nálunk egy hónap, tehát ezért nyugodtan bátorítom a hallgatókat, nézőket, hogy jöjjenek el ide a Pécsi Origvázba, Pécs Komut 94-98-as épületébe, és nézzék meg ezeket a képeket. És ne sajnálják beírni üzenetüket a vendégkönyvbe, ha van vendégkönyvetek itt a jelenleg a teremben? Sajnos nem hoztuk. Nem baj, akkor majd mi ezt pótoljuk, tehát mi ezt meg fogjuk tenni, kiteszünk egy kis füzetecskét, hogy megnézzük azt, hogy milyen a tetszési indexetek. Nagyon köszönjük, és köszönjük a lehetőséget. Köszönöm szépen, megkérdezem technikus kollégánkat, hogy van esetleg valaki a vonalban. Nincsen. Hát az elég szomorú, hogy nem akarnak bekapcsolódni, de remélem, hogy annak ellenére az adása az élvezhető volt így is, hogy a kamerákkal pásztáztunk itt a teremben, és talán a hallgatókba is felkeltettük azt a kíváncsiságot, hogy eljöjjenek közénk. Nem menjenek messzire, egy pici szünetre kikapcsolunk, addig egy kis zenét sugárzunk, és egy kevés kis irodalommal jövünk vissza adásba. Köszönöm szépen, hogy elfogadtak a meghívást.